kemény a kömény, a kakuk fő kakuk gól, én lesz a kés. A klófoló kiklófó, potyog a só, füstönek a fűszerek, röfög a csirke, csipog a sertényszelek, fizik a sütő, a kaja már bedobva, forgog a leves, mindenki lenyomva, hús gombot sorra az asztalon, te főző, Zsoltika, mi meg felfallom. Elérkezett advent utolsó, azaz negyedik hétvégéje, és ezt most egy érdekes ténnyel indítjuk. Ez itt egy spagetti. Amint láthatjátok, az a kalória, ami egyébként a gyomrunkban szabadulna fel, így is fel tud szabadulni. A házilag tákolt kis adventi koszorunkon most ezzel a spagettival fogom meggyújtani az utolsó gyertyát. Íme! Na, nyakunkon a karácsony, ez az utolsó adventi hétvége. Mit kell ilyenkor készíteni? Beiglit. A beiglinek hosszú történelme van, a nevét a német bogel, azaz hajlítás, hajlított szóból nyerte. Beigli azt jelenti, hogy meg van hajlítva. Ugyanis eredetileg ezek ilyen kis patkó alakú, ilyen kifli alakú sütemények voltak, aztán természetesen az évszázadok alatt változott a formája, változott a töltelék, ma már lehet gesztenyésed, meg mindent, de a klasszikó, az El Classico, az ugye a mákos beigli, meg a diós beigli. Mégpedig azért használják ezt a kettőt előszeretettel, mert a legenda szerint a dió megvédi a házat a rontástól, a mák pedig bőséget fog hozni, sőt, nem csak bőséget, hanem lányos házaknál meghozza a lány számára a szerelmet. Csajok, akkor most hajítsátok el a Tindert, és figyeljetek! Megpróbálom nektek megmutatni, hogy melyik szerintem a legfinomabb, és emellett a legegyszerűbb beiglinek az elkészítési módja. Ugye lehet készíteni kelt tésztából, az az ősi, és lehet készíteni omlós tésztából, ami meg a német verzió. És én személy szerint azt kedvelem a legjobban, úgyhogy ezt fogom most elkészíteni, az omlós tésztából készült verziót, egy mákos és egy diós beigli fog készülni. Na, lássunk is hozzá! Először is szükség van 250 g lisztre. Tálban is össze lehet keverni, de én most megpróbálok menőzni. Mutatok egy olyan gyúrási módot, amit én is csak nemrég fedeztem fel, de szerintem nagyon menő dolog. 100 g vaj. Kell nekünk egy csipet só. És teszünk bele 2 evőkanál sima mezei kristálycukrot. És nem véletlenül napozik itt kotányi pajtikánk bourbon vaníliás cukra. Ez nagyon vadul vaníliás, úgyhogy ebből éppen csak egy kevés kell. Azonnal jön az illata. Gyerekek, úristen. Na és akkor most jön a menőzés. Ezt az egészet először így szárazon, csak a vajjal összedolgozzuk. Így szépen összevagdalom a vajat, összemorzsolom a liszttel. Ez amiatt modern dolog, mert az ember ilyenkor, hogyha tálban keveri, akkor az ujjával szokta összemorzsolni, de az ujjunk melegétől elkezd olvadni a vaj, és akkor nem olyan könnyű vele dolgozni. Így viszont, hogyha két ilyen hideg fémlappal dolgozom össze a liszttel, akkor ez a veszély nem fenyeget. Arról nem is beszélve, hogy rendkívül jó játék. Amikor szépen a nagy vajdarabkák teljesen eltűntek, és egy ilyen morzsás állagot kaptunk, közepébe csinálunk egy kis vulkánt. Így, né? Abba jöhet bele egy tojás sárgája. Puty, ide belecsobban. És megy bele 115 g tej, szintén ide a közepébe. És ezt most így szépen elkezdjük összedolgozni. Nyilván lehet gépben is, lehet tálban is, én most csak azért bóckodok ezzel, mert szerettem volna nektek valami újdonságot mutatni ebben a mai rohanó, értékevesztett, zavaros világban. Na, most ez már szépen elkezdett kötni, a maradék tejet ide beöntöm mellé, és ugyanilyen óvatosan, nem kapkodva belekeverem. Amikor már azt érzitek, hogy már egyáltalán nem olyan szaladós, akkor lehet durvulni.
amikor nagyjából már minden egyes kis galuska egyforma állagú, neki látunk kézzel gyúrni, de nem túl sokáig, éppen csak, hogy összeálljon, gyúrunk rajta. Én most azt érzékelem, hogy egy kicsit lágy még, mehet rá egy nagyon pici liszt, egy ilyen evőkanállal ide mellé hajítok meg rá a tetejére. Így. Meghengergetem benne. Aha, most ennyi kellett még neki. Na, valami ilyesmi így néz ki. Már gyúrható, már nem ragad oda se a kezemhez, se a deszkához, hanem nagyon szép, egyöntetű, egynemű, jól gyúrható, de mégsem ragacsos, nem túl kemény. És ilyen gyönyörű tésztát kaptunk a végére. Na, jött egy kis fólia, belehajítjuk a közepébe. Szépen becsomagoljuk. És mehet be a hűtőbe pihenni. Minimum egy fél órát, de egy vagy akár két órát is pihenhet. Előző este is el lehet készíteni, és reggel kinyújtjátok. Lényeg az, hogy pihennie kell. Na, egy kicsit összepakolok itt, aztán addig elkészítem a tölteléket. Na tehát, itt van a kétféle töltelék, 100 g dió, hogy ne érje rontás a házat, és 100 g mák, hogy bőségben, gazdagságban éljünk, és férjet találjanak maguknak a lányok. Na, ezt a kettőt most egyszerre fogom bekeverni, nagyjából majdnem mindenbe ugyanaz kell, 4 evőkanál cukor. A mákba is ugyanígy. Kell hozzá egy citrom héja. Tehát a kettő között el fogom osztani a citromnak a héját. Nem győzöm hangsúlyozni ezt a mikroreszelőt, gyerekek. IKEA-ban jártok, azonnal hajtsátok bele a váltáskátokba. A másik fele mehet a dióba. Természetesen, hogyha nincs otthon friss citrom, akkor Gotányi Pajtikánk is ajánl citromhéjat. Az is tökéletesen megteszi. A diót 8 evőkanál tejjel lazítottam. A mákba is először 8-at teszek. A dió egy kicsit kevesebb tejet igényel. Az állagot kell jól eltalálni, nem a grammokat. Szépen formázható krémet kapjunk, ami nem folyik, de már nem is morzsolódik, szépen kenhető legyen. Majdnem az egészet így egy kanállal fel tudom emelni, ez a jó állag. Ugye lehet belehajítani mazsolát, lehet belehajítani kandírozott gyümölcshéjakat. Kedvetek szerint kísérletezzetek vele. Na nézzük a mákot. A mák jobban szívja a nedvességet, elképzelhető, hogy ebbe azért tényleg tenni kell, így legalább láthatjátok a különbséget is. Most ugye egyenlő mennyiségű tej van a dióban is és a mákban is. A mák ennyi tejtől még azért meglehetősen ilyen morzsalékos. Én még egy kanálnyi tejet, pontosabban egy fél kanálnyit, amennyi belefér így a máktól ebbe a mákos kanálba. Így ennyit hozzáhajítok. Úgy érzem, hogy ezzel a pici kis különbséggel elértük, hogy ugyanazt az állagot, mint a dió esetében, már nem morzsálódik. Majdnem az egészet így fel tudom emelni a kanállal. Tökéletes állaga van, finom citrusos illata van. Mennyi volt a töltelék? Mennyi volt? 2 perc, mértétek? Persze a legtöbben főzik a tölteléket, de én ezt az anyósomtól lestem el, és én is kipróbáltam. Sülés közben úgyis megfő a tésztában, lehet vele külön pepecselni, de azért is indítottam úgy ezt az egész epizódot az elején, ha emlékeztek, hogy a legfinomabb és a legegyszerűbb elkészítési módját fogom megmutatni a beiglinek. Na, hát eddig szerintem jó úton haladunk e felé.
Már csak ki kell nyújtani a tésztát, betekerni, megsütni és felfalni. A tésztánk, hát egy kicsivel több mint fél órája hűsöl, pihen, de akár többet is tölthet bent a hűtőben. És amint említettem, akár egész éjszakára is bent hagyhatjátok. Szép egységes lesz a formája. Így néz ki. Szerintem gyönyörű. Egy kicsit meglisztezzük a deszkánkat. És jöhet a tészta. A tésztát ugye ketté osztom. Az egyikből lesz a finom diós, a másikból pedig az igen finom mákos beigli. Az elsőt ide félre is teszem. A másodikat egy picit megformázom. Téglalap alakúra kell nyújtanom, úgyhogy már kézzel adok neki egy kis téglaformát. Mindkét oldalát egy picit beletunkolom a lisztbe. És ilyenkor jön a mérőeszköz. A mérőeszköz pedig nem más, mint maga a tepsi, amiben majd ki akarjuk sütni. Ugye ez a tepsi szélessége így fog elhelyezkedni majd benne a beigli. Tehát körülbelül ilyen hosszú lesz a beigli. Magát a szélességét pedig azt határozza meg, hogy nem szabad túl sokat hajtani, hanem mondjuk 1-2-3-at, hogy egy olyan szép kunkor legyen a belsejébe, azt meg majd valahogy szemre belőjük. Tehát érdekes módon szélesebb lesz, mint amilyen hosszú, tehát kevesebbet kell rajta hajtani, mint amilyen hosszú lesz maga a tészta. Na, jöjjön a gyakorlat. Szép négyzetet gyúrok belőle először. Ugye attól lesz négyzetes, hogyha átlós irányba is időnként meghúzom, aztán egyet hosszába, egyet keresztbe, hosszába, keresztbe, átló irányába is meghúzom egy kicsit. Egy picit megtunkoljuk a lisztben, könnyebb legyen vele dolgozni. Így. Na, valami ilyesmi. Ha a széleinél érzitek, hogy még egy kicsit vastag, akkor még azon lehet egy picit dolgozni. Azt érzem, hogy ez a széle még egy kicsit vastag. Átlós irányba húzok még rajta. És ettől nyeri el azt a szép formáját, amit már is klasszul be lehet tölteni. Ugye innen tekerjük arra felé. Ideális a mérete, ugyanis egy picit most túllóg a tepsin, de amikor betöltjük a tölteléket, akkor mielőtt feltekerjük, ezt a felét be fogjuk hajtani, és így tökéletesen, pontosan el fogjuk érni azt a méretet, amit szeretnénk. Na, akkor jöhet a töltelék. Na, a mákkal kezdjük, még egyszer átkavarjuk, úgy, és mehet bele, jó gazdagon. Közepére halmozom, és a közepétől indulva fogok kifelé haladni. Ha van spatulátok, akkor nyilván spatulával villogjatok. Csak én most nem villogni akarok, hanem meg akarom mutatni, hogyha véletlenül nincsen spatulátok, akkor egy evőkanállal is tökéletesen klasszul el lehet oszlatni. Na, a lényeg az, hogy úgy kell eloszlatni, hogy a széleinél hagyjatok egy kis helyet, hogy be tudjuk hajtani, és az alján, tehát innen fogjuk majd feltekerni, és ugye ez fog majd alulra kerülni, ez a része, tehát erre a részre ne kenjünk semmit, hogy ott szépen be tudjon záródni a tésztánk. Így. Na, én ezt most úgy ítélem, hogy igen csinos lett. Most jön az a pillanat, amikor körülbelül kihagyunk egy olyan másfél ujnyit, hogy igazán csinos legyen. Szépen egy mozdulattal formára igazítjuk a tésztánkat. Na, ilyenkor a szélét behajtjuk. Ez lesz az a finom ropogós vége, amit csak a nagypapák meg a nagymamák szeretnek. És most pedig könnyű kézzel, nem szorítva, nem feszesre, szépen ebből az irányból óvatosan elkezdjük behajtani. Az első hajtás a legnehezebb. Ha ügyesek vagytok, akkor ez is könnyedén fog menni.
mindig igazítunk rajta. Nem szorítom, nem feszítem, csak hagyom, hadd gördüljön. Közben mindig ellenőrzöm, hogy a vége nem nyílik-e ki. Így. El is érkeztünk a végéhez. Ilyenkor finoman egy kicsit még meg lehet igazítani, megpaskolni. Tényleg nehogy kinyíljon. Így néz ki a beigli, mielőtt bepunyadna a sütőbe. Na most, ezt valahogy nagyon ügyesen át kell varázsolni. Így. Utolsó esély, kicsit még igazíthatunk rajta, egy kicsit csinosíthatjuk. Így néz ki. Jöhet a diós változat ugyanezzel a metódussal. Na, itt van a két begli, be van töltve. Egy kicsit rendet rakok, aztán nézzük, mi van tovább. Na, most jön a két eszenciális dolog, amit kár kihagyni. Az egyik az, hogy egy darab tojás sárgájával, gyönyörű, gazdagon, jó vastagon bekenjük. A következő trükköt pedig Szél Tomi pajtikámtól tanultam, aki hát ugye mégiscsak egy Michelin csillagos séf. Megfogadom a tanácsát. Tojáskenésnél rákenünk egy réteget, hagyjuk egy picit pihenni, és körülbelül egy 10 perc múlva rákenünk még egy réteget. És utána fogjuk megszurkálni, ugye meg kell szurkálnunk, mert ez tulajdonképpen úgy viselkedik, mint egy hurka vagy egy kolbász. A benne lévő töltelékben lévő nedvesség ugye elkezd főni, elkezd duzzadni, elkezd dagadni, és hajlamos megrepeszteni. És azért a tojás kenés után szurkáljuk meg, mert a tojás adott esetben eltömíti a lukakat. Tehát a sorrend mindig a kenés, pihentetés, második kenés, és utána a szurkálás. Sok volt a duma. Hadd teljen el egy kis idő, és utána megkenem még egyszer, megszurkálom, aztán megy be a sütőbe, mondom a részleteket. Körülbelül egy olyan 5-10 perce szárad az első tojás sárgája réteg a jó kis beiglinken, úgyhogy előmelegítem a sütőt. Két lépcsőben kell megsütni a beiglit. Hála ennek a German Design Award Special 2022-vel kitüntetett sütőnek, a Gorenje jó voltából sütögethetjük a pecsenyénket ebben a sütővel. Ez azt tudja, hogy beállíthatok rajta akár egy két lépcsős programot is, és ezt most ki fogom próbálni. Na, tehát első lépcsőben beállítjuk, hogy alsó-felső sütést szeretnénk alkalmazni. Így van. Átmegyünk a hőfokra. A hőfokot beállítjuk 180 Celsius fokra, és az időt pedig beállítjuk 20 percre, ugye, mint említettem, adunk neki egy előmelegítési funkciót, ami azt eredményezi, hogy csak csilingelni fog, hogy előmelegítettünk, és az ajtó kinyitása, a szajré betevése és az ajtó becsukása után kezdi el mérni az időt. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon hasznos okosság. Na, aztán az úgynevezett probék gombot megnyomjuk hosszasan, és ilyenkor felkínálja, hogy step 1, amit már beállítottunk, step 2 az az, ami most következik. Itt akkor ugye megint beállítjuk, hogy alsó-felső sütést szeretnénk használni. Így van. Ezúttal 150 Celsius fokot szeretnénk kérni a jó kis szerkezettől. Így van. És utoljára pedig beállítjuk az időt. További 10 perc, tehát 20 perc 180 fokon, és további 10 perc 150 fokon. És így akár magára is hagyhatjuk a berendezést, és a kész beiglit kell kivenni. De természetesen, akinek egyszerűbb sütője van otthon, az mérje az időt, tekergesse a gombokat. Na, nézzük! Az első réteg tojás már szépen rá is húzott, rá is száradt egy kissé a beiglinkre. Jöhet a második réteg.
jó alaposan a széleit is, és amennyire alá tudunk nyúlni, nyúljunk alá az ecsettel. Hát úgy látom, ez itt két maradéktalanul lefényezett beigli. Na, most jön a szurkálás. Nagyon fontos dolog, utat kell engednünk a termelődő gőznek, hogy ne repedjen meg a beiglink. Jó alaposan meg kell szúrni, egészen le a töltelékig, de nem csak úgy immelámmal megtunkoljuk a tetejét, hanem bátran beleszúrunk, bármennyire is vérzik a szívünk, és természetesen a kreatív énünket is hagyjuk, hogy hadd élvezzen. Hát, így. Így mondjuk egyet, és mondjuk az ellenkező irányból is. Így. Mint hogyha csak egy ilyen napos csibe végig sétált volna a beiglinken. Így né. Szerintem ez most jelen állapotában igen szexin néz ki. Remélhetőleg majd mikor megsül, akkor is lehet ennyire nagyképű az ember. Na, a sütőnk már is csilingelt, jelezte a Dór felirattal, hogy ha most kinyitjuk az ajtót, akkor viszont be kell tennünk valamit, mert ha utána visszacsukjuk, akkor ő bizony elkezd számolni. Ipi apacs. Akkor nagy levegő, szigorúan középre, alsó-felső sütés. 20 perc 180 fokon, további 10 perc 150 fokon. És utána jövünk és megnézzük a végeredményt. Na, el is repült a 30 perc, ugye 20 perc 180 fokon, és további 10 perc 150 fokon. Nézzük, mit eredményezett ez a terméket illetőlegesen. Hát meg kell állapítanom, hogy egy kis szépséghibával, de minimális szépséghibával tökéletesen sikerültek a jó kis beiglik. Szép foltosak, mint a zsiráf nyaka. Egy nagyon picit itt megrepett ott, ahol beleszúrtam a villával. De egyébként mindenhol tökéletes. Ragyogó. Ilyenkor jön egy kis trükk. Hozok egy egész pici vajat, és így még forrón egy picit átkenegetem vele, és ettől igazán gyönyörű, szép, fényes és csillogó lesz a beigli. Na, most már csak meg kell várni, amíg egy kicsit kihűl, aztán felszeljük, megcsodáljuk benne a csigát, megkóstoljuk. Na, sok volt a duma. Gyerünk, hűlni. Hú, még sok liszt maradt benne. Na, elérkezett a pillanat. Hát, még lehetne vele várni, de én már nem tudok várni többet. Egy jó éles kés. Ugye ne feledkezzünk el róla, hogy ez omlós tésztából készült, ez az omlós tésztás verzió, egy kicsit óvatosabban kell vele bánni, de szerintem ez az igazi beigli. Na nézzük! Ja-da-da-da-da-da-da! Hú! Ez, azt kell, hogy mondjam gyerekek, betyárul néz ki. Nézzük a diósat. Lecsapom a végét. Nagyon szép lett, azt kell, hogy mondjam. Mint egy igazi nagypapa, elmajszolom a végét. Először a mákosat. Ez az igazi beigli. Jól tele van töltelékkel, gyerekek. Mennyei. Most nyilván a fogam már tele van mákkal, úgyhogy ezt kompenzálom a diós végével. Nem ilyen száraz, vacak, össze tudom nyomni.
nagyon szexin néz ki, jó dús, gazdagság érzetét kelti. Na, szerintem kár is erről többet dumálni, készítsétek el. Látjátok, milyen könnyen és egyszerűen elkészíthető tészta volt. Látjátok, hogy milyen gazdag töltelék van benne. Látjátok, milyen gyönyörűen sült meg. Ha ti még óvatosabbak vagytok még nálam, és akkor még ennyire sem fog megrepedni, mint amennyire itt látható. Gyönyörű formás, ízes, omlós, gazdag, citrusos. Sziasztok! Karácsony előtt még egyszer találkozunk.